Kedves követőim, több bejegyzésben is beszámoltunk róla, hogy megvolt a szüret az elmúlt hetekben. Hála Istennek, hogy nagyon jó volt a szőlőnek a cukorfoka, savtartalmak is jók. Jó bort fogunk készíteni ebben az évben is, reményeim szerint. De többen talán nem tudják, hogy a mustból nem csak bort készítenek a szőlészek, borászok, hanem sok minden más is készül belőle. Ezek közül egyik legszeretettebb termék, ami mustból készül. Csoma Zolinak a receptje alapján fog elkészülni. Én is üdvözlöm a követőidet, megint nagyon nagy megtiszteltetés itt lenni, és hát bizony a must, amikor már tartósítani kell, akkor komoly gondokat okoz. Lehet, hogy a mustot akarták tartósítani, és így készült a bor, én nem tudom, de nem valószínű. Minden esetre ebből egy kiváló édesítőszert is lehet készíteni, méghozzá meg fogom mutatni, hogy hogyan, miként. Pista, légy szíves, hogy öntsük bele a mustot. Ezt most hoztam kincéből föl, Zoli. Ez még nem kezdett el mozogni, vagy morogni, vagy erjedni. Beleöntöm ezt a szép piros mustot ebbe a kondérba. Nagyon finom must, ez is olyan 18 fokos. Ebben ugye nincsen semmi cukor. Mondod, hogy nincsen benne cukor, de hát tulajdonképpen a fruktóz az a mustban megtalálható. Így van, így van, így van. És tulajdonképpen azt fogjuk előcsalogatni, a folyamatos lassú tűzön való főzés alapján a must be fog sűrűsödni, és a besűrűsödve egy különleges ízesítőszert, édesítőszert fog adni. Nyilván ez egy olyan édesítőszer, ami töményen a fruktózt fogja tartalmazni. Értem. Karamellizálódik, és egy különleges ízt fog eredményezni. Én hoztam most mustpézet. Igen. Van egy teljesen friss, ezt majd időnként meg kell kevergetni. Mennyi ideig kell ezt körülbelül főzni? Hát ez órák. Órák. Ez órák. Ezért is hoztam különbözőt. Ez teljesen friss. Ez egy éves. Igen. És van egy, ami már becukrosodott, amitől tulajdonképpen méznek hívják ezt, holott nyilvánvaló, hogy most méz. Most méznek. Ugye látszik ennek az állaga, ez nagyon ilyen folyós. Ezt mi határozzuk meg, igen, avval, hogy meddig főzzük. Igen. Ez már fönnmarad az üveg oldalán, ez egy év alatt cukrosodott meg, és ez pedig már teljesen kikristályosodott darabokat is tartalmazva, kicsit ilyen lekvár és a méz közötti állapotot eredményez. Na most nem csak édes, hanem mivel karamellizálódik, ezért van egy egészen pikáns íze, és nagyon érdekes, hogy minden évben annak a szőlőnek és a mustnak az ízét is tartalmazza. Tehát jellemző marad. Meg ez egy művészet átmenteni azt a ízt, ami a tőkén volt. Nagyon nagy dolog. Igen, és ennél egyszerűbb eljárás, nyilván ezt lehet konyhai tűzön is, igen, de azért a szabad tűznek van egy jó, hát egyrészt feelingje, másrészt meg ugye születnél mindjárt a mustot ezt azonnal. Én ezt hallottam, még a török időkből van ez, hogy amikor leszületették a szőlőt, mindjárt ott kimentettek pár litert a kádakból, és ott azonnal a pince előtt megcsinálták annak idején. Ez volt az édesítőszer. Igen, én szoktam desszertet csinálni belőle, jó süteményekre, de akinek olyan az íze, ízlése, a húsokhoz egészen kiváló. És most meg fogjuk kóstolni két egyszerű módon, amit mindig lehetett a születkor is enni, inni. Ugye az egyik, az aktuális őszi gyümölcsök. Igen. Hadd adjak egy kést. Mondjuk ez egy körte. És ha levágsz belőle egy darabot, igen, akkor belemártjuk, amelyik beszeretnéd. Nagyon nagy különbségek vannak. De nem rátesszük a joghurtra, hogy a... először megkóstoljuk, először így, megkóstoljuk, hogy majd mit, igen, teszünk rá, melyiket, értem, szeretnéd a joghurtra tenni. Nagyon érdekes, hogy a bor érik, az, igen, íze ennek is.
tehát nem áll meg, nem lesz tartós, hanem szépen évek alatt érik. Én az ideit, ezt egy kicsit későn tettük bele, igen, most tornál. Majd egy pici ízt, de a körte még elnyomja. Ezt húsokra érdemes, igen, például, és akkor most nézzük meg az éret két éves. Most nézd ebben. Eszméletlen. És egy ilyen nem nyomja el az ízeket, na most ha megpróbálhatjuk, mondjuk ezt. Te összekeverve szereted? A most így is megvidámítja az ember szívét. Meg. Annyira jó íze. Ebbe a formába is. Melyiket szeretnéd? Ha egész sűrű legyen rajta? Inkább ezt a mézeset. Nyilván. Ugye... Csak keveset, hogy finoman kóstolgassam. Mivel szintiszta fruktóz, semmiféle vegyi vagy egyéb eljárás nem éri, én azt merem mondani, hogy... Összekevered vagy egy rajta? Hát én összekeverem. Hogy bárki megeheti. Tehát nem kell attól félni, hogy ez valamiféle anomáliát okoz. Tehát ez egész különleges. Van egy jó kefirünk vagy joghurtunk, ami mind azért vittek ki nagyon sokszor a szüretre. Vannak ilyen gyümölcsök, és van egy természetes édesítőnk. Én azt gondolom, hogy talán mind a tejnél 7 liter musból lesz egy ilyen üveg. Egy sűrű. És Zoli, csak az van, hogy beöntöttem a mustot, ezzel most semmit nem fogsz csinálni, mint hogy időnként majd gondolom megkevered. Igen. És akkor megvárod, ameddig olyan állagú lesz. És ezt az állagot kell és szinttel érni, nyilván. Ugyanezt fogja produkálni fehér mustból is. Igen. Amilyen mustot elkezdünk, olyan ízhatása lesz. Igen. Tehát nem kell vele semmi, de azért nyilván, mivel most a gasztronómia újra középpontba került, lehet bele például rakni mondjuk rozmaringot, amikor már kihűlt, egy szál rozmaringot a kertből, és a rozmaring erős íze tud vele keveredni, az még plusz ad. Kamerának megmutatnám, hogy hogyan is néz ki ez. Én addig eszem. Tehát ez össze van keverve a joghurttal. Egészen különleges. El nem hinni az ember, ilyet muszból van csinálva. Zoli, nagyon köszönjük. Én szívesen tudnám menni reggelig. Ez el fog készülni, szerintem egy 2-3 óra kell hozzá, se leégni, semmit nem tud, néha meg kell kevergetni. Nyilván vannak ilyen mesterfogások, rézüst, meg minden, de nem kell ebben foglalkozni, ahol van must, és természetes, jó ízű, igazi, olyan édesítőt szeretnénk, ami hozzátesz az ételhez, és nem csak egy édes ízt eredményez, akkor érdemes ilyet felhasználni. Nagyon köszönöm, Zoli, hogy ezt elmondtad, megmutattad, és hogy ilyen finom étellel meg is csináltál bennünket. Hálásra vagyunk érted nagyon, és kedves követőitől pedig elköszönünk, és készítsenek most mézet. Magyarul pesz meg. Ez meg pesz meg.